Azt üdvözlök mindenkit ezen a szép napon. Tartunk, nem máshova tartunk, mint a Movie World-be! Menjünk a Movie World-be! Aki nem tudja, hogy mi az a Movie World, a Movie World az egy ilyen mozi jellegű vidámpark, ahol van sok hullámvasút, műsor, ott a Batman, a Superman, a... Minden! Minden ilyen szuperhős, és megnyitottak egy új részét a Movie World-nek, ahol mi van? Arkham City. Majd megmutatjuk nektek. Még mi sem láttuk ezt, azt mondja, hogy pár hete nyitották meg. Úgyhogy oda fogunk ma délután elmenni. Az idő, ilyen szép, napos az idő. Jelenleg fújdogál a szél, nincs olyan nagyon túl meleg, mert az autóban elég meleg van, de kint nincs az a túl meleg, olyan kellemes, tavaszias idő van. Mi gondoltuk, hogy oda fogunk elmenni, és megnézzük ezt az új részt, úgyhogy induljunk. Onnan nézzük, ilyen gyorsak voltunk közben, és érkeztünk. A Movie World az körülbelül, ha most lakunk, mi tőlünk egy ilyen 15-20 percre van körülbelül. Itt van a régi helyünk, a helyünkkel, a régi házunknál, ahol laktunk, nem messze, egy 5 percre attól. Na, látod, itt van? Movie World on the Gold Coast. Nem, Hollywood on the Gold Coast. Bemegyünk most a parkolóba, elfordulunk itt jobbra, egyenesen tovább megyünk ott a bejárat. Itt van a Green Lantern hullámvasút. Hoppá, itt oldalt mindjárt. Úgyhogy itt elfordulunk, és mindjárt megnézzük, hogy azt a... Valószínűleg sokan lesznek ma. Szombat van, jó idő van. Nem is tudom, hogy hol fogunk megállni, hol majd itt hátul. Megparkoltunk, vannak, de olyan sokan nincsenek, mutatom. Látod, ez a rész a parkolónak üres. Ha ez a rész a parkolónak a üres, akkor vannak, de nem olyan túl-túl sokan. Az jó. Az jó, ott a Green Lantern, látod? Azon még a Lucas még az életben nem ment, mert mindig pici volt hozzá. Úgyhogy majd meglátjuk, hogy ma megyünk el rajta fel. Amúgy hoztam a szemeget, hogy többet tudjak filmezni. A Superman! Jó, a Superman sem menti. Na megnézzük, hogy melyikre tudsz felülni ma, jó? Mert valamikor karbantatják őket, és olyankor az a hullámvasút zárva van. Itt vannak a belépőink, látod? Mind a hármunknak. A Davisnek még nem kell, mert még picike. Jelenleg sétálunk befelé. Amúgy az idő nem olyan túl rossz. Olyan tavaszias idő van, majdnem, hogy ilyen nyárias. Most itt a szél annyira nem is fúj. Te, Lucas? Ja? Szerintem mi történt ezzel az autóval? Hol? Ja, jöttek a zombik, aztán nézd, megtámadták. Oda nézzél. Ez egy amerikai zombi. Ja, szép, nagy. Mondjuk 91, nézd, ott van a kéznyom az oldalon, látod a véres kéznyomot. De ez az ja, látom. Na nézd, itt vagyunk ezen az új részen. Itt van a Joe, ez a, nem is a Joker, ez a Superman. Lucas! Lucas, ez a Superman miért így néz ki? Mert ez a Bizarro, nem a Superman! Ja, akkor rossz... Nem a Superman! Akkor rosszul tudta. Az kicsoda ott szemben. Lucas, ez kicsoda? Te, hogy néz ki a fejem? Ez bezárták ide hátra, biztos rossz ember. Na mindjárt indul ez a hullámvasút. Ez nem is hullámvasút. Oda nézzél. Mindjárt beindul. Megnézzük, hogy te ráülhetsz-e vagy nem, mekkora magasság, jó? Várjál. Te, ez mindjárt le fog fröccsölni. Nézd, itt van a Joker. És az ott kicsoda? Megnézzük, hogy mit csinál először, aztán utána megyünk rajta, jó? Na figyelj, elindult. Ez körbe-körbe fog menni. Aztán, hogy eldönt, hogy rá akarsz-e ülni, vagy nem, jó? Na kezd gyorsulni, de mi nem olyan gyors. Na körbe-körbe, föl, le. Azt hiszem, hogy a Lucas
akar rajta menni, mert nagyon úgy néz ki, mintha izgatott lenne. Na, megnézzük, hogy meg jönj el gyorsabban. Na, ott megállt föl. Te! Fájjal lefelé fogunk logni. Lucas, na hogy tetszett? Jó volt? Én nem tudok sétálni. Nem, annyi... Nem volt rossz. Mi? Nyuszi, nem volt rossz. A Davis nézett minket egész végig. A Lucas meg én szerintem mi nagyon élveztük, úgyhogy most megyünk tovább. No. Azt mondja, a Lucas olyan, mintha ott lenne, amúgy ide van festve, nem lehet végigmenni az utca. És ezzel a holdon lehet dobolni, ugye? Na gyere, megnézzük a hátul azt a nagy a vadnyugati hegyet. Ott van az a vizes, a leeső. Beleülsz és leesik a nagy vizen. Majd meglátjuk. Menj. Nézd, itt van a kocsma. Csak zárva van. Ide ki lehet kötni a lovakat, aztán be lehet menni a kocsmába. Ott a temetkezési vállalat egy kicsikét oldalt. Látod, ott egy koporsó, ott van benne egy emberke. Megnézzük? Ebben lehet inni a lovaknak, hogy nincsen benne víz. Oda nézzél, lelőtték a bácsit. Látod? Hát, lekopott a feje. Már itt fekszik egy jó ideje. Na, gyere, menjünk. Na, megnézzük, hogy esnek le az emberek ezen a vízesésen. Az a baj, nem baj végül is, hogy amikor lejössz, olyan vizes leszel te, főleg, hogy elől ülsz. Emlékszel rá, milyen vizesek szoktunk lenni? Most jön. Na, nézzük. Bum, bele a vízbe. Na, itt maradtunk ketten a Davis-szel is, a feleségem. Elment a Lucas-szel. Davis nem akart itt hagyni engem egyedül, vagy nem akart, hogy elmegyek a Lucas-szel. Úgyhogy rámenek a víz. Odaadtam neki a szemeget. Talán tud vele filmezni, hogy merre megy. Mert megy körbe-körbe a vízen. Ott vannak, egy kicsit vizesek lettek, én azt hiszem. Na gyere, elmegyünk. Megnézzük őket, megkérdezzük, hogy milyen volt. Na, visszaértünk a zombi autóhoz. Ott a Lucas, a zombit játszik. Na, hogy véletlen átuljából kiugorjon egy zombi, mert nyitva van az ajtó, látod? Te... Aha. Készülnek a Halloween-ra, ki van díszítve mindent, itt vagyunk egy ilyen búzás autónál, megmutatom nektek. Oda nézzél. Látod, itt egy madárijesztő, szépen néz ki. Tök, gyere körbenézzünk. Ilyen régi, ilyen platós pick-up autó. Látod, oda néz. Ó, bejöttünk a buzdatáblába. Mi az ott? Na gyere, kimegyünk. Hát még a végén valaki ránk ugrik itt. Lucas, én azt mondom, hogy itt valakit legyilkoltak. Ó, nézd, tiszta vér minden. Ez ugye a Halloween. Halloween. A Halloween, a Malcolm. Ja, oda nézzél. Hát a Jaws. Tudod kinyitani ezt? Nem hiszem. Nem. Na, jövünk a hátsó részre. Itt meg ezek a régi autók, te. Ez a sárga taxi, ez nekem nagyon tetszik. Ilyen régebbi stílusú.
Ez a fekete út meg még régebbi. Emlékszel, amikor itt filmeztünk ezekkel az autókkal, Lukasz? Egy körülbelül mennyi? 4-5 évvel ezelőtt? Jó, nem. Ja, vissza a jövőben ezt a rövid filmet csináltuk. Ja, jó régen volt. Ezek az autók akkor máshol álltak, és pont úgy voltak beállítva, hogy ide volt állítva a járószegélyhez. Egy pár dolgot azóta átalakította. Hol vagy? Ez nem ide visszajövőbe autó. Van hasonló. Ja, oda akarsz menni, ez egy étterem, te. Oda nem megyünk most be. Ilyes vagy? Ne tenni ott pizzát, vagy mindenféle fajta dolgot. Szerint ez a szép fehér autó. Két ajtós. Négy üléses. Vagy két ülés, nem, négy üléses. Gáncsa ülés. Arra nem sokan, nem nagyon lehet beférni. Be van zárva, de visz, hiába húzogatod. Nem. Ja, ott lehet aludni, persze. Szép piros fehér kereke van neki. Szép nagy eleje. Úgyhogy most elmegyünk a hátsó rész, hogy a Davis is valamihol tudjon játszani. Játszani, ráülni valamire, ugyanis itt van ez az a rész, ahol a kisgyerekek tudnak menni dolgokba. Itt ülünk az autóban, én egy, te úgy elfáradtam, hogy mondom, cipeltem a Davis-t össze-vissza. Megvártuk ezt a parádét, mikor össze-vissza sétálnak itt a Scooby-Doo, meg mindenki. Jó volt? Jó volt, jó. Melyik volt a kedvenc hullámos, vagy a részed? Az a nagy Arkansas. Az az új? Ami jól ment össze, föl, na, ne. Jó volt, de a Klo a Dreamworld-ben, emlékeztek rá, az a kör alakú hint, az még mindig jobb. Ez sem volt rossz, de az még mindig jobb. Úgyhogy most menjünk. Ez a second legjobb. Mit? Ez a second. Második legjobb. Hát, majdnem. Attól függ. Úgyhogy indulunk. Megyünk, nem is tudom, hogy hol vagyunk. Valóban biztos megyünk a szüleimhez is, megyünk valószínű, nem valószínű, hogy biztos, hogy megyünk, ugyanis ugye szombat van, azt megyünk majd hozzafelé. A Davis nem adott képzeled el, úgyhogy nézegetett, minden annyira tetszett neki, ugye. Főleg, mert mindenhol szólt a zene, ugye, meg dolgokat csináltak, jó. Meg... Ja, hát a movie ez. Ja, tudom. A movie world, ja. Na, úgyhogy most menjünk kifelé a parkolóból. Oda néz, mennyien mennek hozzafele. Nem tudom, hogy ilyenkor a parádé után, amikor ez a felvonulása, mindenki sokan elmennek. Bár ilyenkor nem zár be, mert nem is tudom, mikor zár be. Később, mindig van egy óra talán, vagy két óra, mire bezár. Egy óra. De ilyenkor mindenki megindul. Amúgy ilyenkor a legjobb, hogyha visszamész, vagy előtte, ugyanis a Lucas meg a feleségem elment a Scooby-Doo hullámvasútra, és alig voltak rajta. Nem kell sokat sorba állni. Épp hogy segít. Hát, még annyi se volt szerintem. Nem. Ilyenkor mindenki hiszen ugye megy hazafelé, nézi ezt a felvonulást, és ez a legjobb alkalom, hogy rámenj, vagy várja, nem kell várni a hullámos. Na. Menjünk! Csak közben jönnek az autók, azon messzélek össze-vissza. Na mi helyzet, Davis, mit nézel? Mi? TV-t nézel? Mi van a TV-be? Hozzaérkeztünk, lement a nap, ahogy látjátok, besötétedett. Nem sok mindent csináltunk, voltunk a szüleimnél, aztán hazajöttünk, és most jó, vacsora lesz, meg ugye szokásos. Mi helyzet? Mi? Te is benne akarsz lenni? Gyere ide! Ugye ezt a mai videót itt most befejezem, mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét, szeretnék kívánni attól, hogy mikor nézzük, ahogy szoktam mondani. Sziasztok!